Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkedettel. Kedves testvérek, búcsú ünnepre jöttünk össze. Az évente immáron hagyománnyá vált szobori búcsúra. Örülök, hogy a rendkívüli helyzet ellenére is az emlékpark vezetősége megszervezte ezt a búcsút. Születésnapot ünnepjünk. Szűz Máriának, Jézus édesanyjának születése napját. Amikor valakinek a születésnapját ünnepeljük, akkor kedveskedünk, valamivel köszöntjük őt. Milyen szép volt, amikor vonultunk be, az emlékpark munkatársai egy kis emlékképpel kedveskedtek számunkra. Egyszerű gesztus, de nagyon szép. Nekem nagyon jól esett. Akkor valaki a kezét nyújtja, már eleve az nagy ajándék, hogy valaki kezet nyújt. Még ebben a vírusos élethelyzetben is egy kéznyújtás csodálatos dolog. De hogyha abba a kézbe még van is valami, akkor az még örömtelibb. Szűz Máriának a születése arra hív bennünket, hogy tudjuk kezünket, szívünket, szeretetünket oda nyújtani a másik emberhez. A szűzanya ajándéka számunkra az ő fia, Jézus. Nekünk adta, nekünk ajándékozta a világ megváltóját. Ennél nagyobb ajándékot senki nem tud adni számunkra. Mivel tudjuk mi ezt viszonozni? Elsősorban a mi tiszteletünkkel, a mi szeretetünkkel, a mi feléje forduló jóságunkkal, és ahhoz, hogy ezzel meg tudjuk őt ajándékozni, tisztává kell tennünk a szívünket, életünket. Éppen ezért a Szentmise elején tartsunk lelkiismeretvizsgálatot. Tisztítsuk meg szívünket, hogy méltóképpen ünnepelhessük Jézust, akit Mária, az ő édesanyja ajándékozott nekünk. Szeretettel köszöntöm mindannyiukat, akik eljöttek erre a Szentmisére, az emlékpark vezetőségét, köszöntöm a meghívott vendégeket, szeretettel köszöntöm a kedves híveket, bárhonnan is érkeztek ide ünnepelni. Kérjük a Jóisten áldását mindannyiunk életére. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! És a földön békesség a jó akaratú embereknek.
dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged. Hálát adunk néked, nagy dicsőséget ér. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten. Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az határok fia. Te felveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te felveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te hozható jó vihán ülsz, irgalmazz nekünk, mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk! Kérünk Istenünk, add meg nekünk házad népének mennyei kegyelmed ajándékát, hogy akik számára a boldogságos szűz Isten anyaságában felvirradt az üdvösség hajnala, azokat békével áldja meg az ő születésének ünnepe, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasd meg, ezike proféta könyvéből. Az Úr ezt a szó intézett ezike profétához. Emberfia, őrnek állítottalak Izrael háza mellé. Hogy hadd számból szavaimat és közvesztést üzeneteimet. Ha azt mondom az istentelennek, istentelen, meg kell halnod. Isten nem teszel semmit, hogy az istentelent visszatérést útjáról. Az istentelen meghal, ugyan védke miatt, de vérét tőled kérem számon. Ha ellenben meginted az istentelent, hogy hagyjam fel életmódjával, és térjen meg, de nem tér le útjáról. Meghal ugyan gonoszsága miatt, de te megmenteted életedet. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Nem ünnepi szózattól hárad, zengem dalomat a királynak. Ékesebb vagy te az emberek fiainál, kedvesség ömlött el ajkadon, megáldott téged örökké az Isten. Szent Anya üdvözlégy, te szülted
Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a romaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, ne tartozzatok senkivel, senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel. Mert aki a másikat szereti, teljesíti a többi parancsot is. Hiszen a parancsok ne olj, ne törj házasságot, ne löp. A másit ne kívánt. És ami egyik parancs még van, ebben az egyben foglalható össze. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. A szeretet nem tesz rosszat fele barátjának, mert a törvény teljessége a szeretet. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Alleluja! 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 Boldog vagy, Szűz Mária, és minden dicséretre méltó, mert tőled virrat ránk az igazság napja, Krisztus, a mi Istenünk. Alleluja! 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 Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt szemközt. Ha hallgat rád, megnyerte testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magadal egy vagy két társat, hogy kettőnknek a tanút bizonysága, vagy harami tanúsítja a dolgot. Ha rájuk sem hallgatsz, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgatsz, vedd úgy, mintha pogány volna, vagy vámos. Bizony mondom nektek, amint megkötöttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is. És amit feloldottak a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyet értenek a földön, és úgy kérik a mennyei atyámtól, megkapják azt mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevémben, ott vagyok közöttük. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves ünneplő testvérek, ahol ketten vagy hárman összejönnek Jézus nevében, ő ott van. Ezt ő mondta. Milyen jó, hogy nem ketten vagy hárman vagyunk most itt, hanem sokkal többen. Ahol az ember van, ott van az Isten is. Isten jól érzi magát közöttünk. Isten nem fél az embertől. Szereti az ember társaságát. Szeret közöttünk lenni. Jól el van közöttünk. Megfertőztük az Istent. Megfertőztük azzal, hogy szeret velünk lenni. És ez öröm. Az Isten szeret ott lenni, ahol az ember jelen van. Ez hitünknek a legfőbb üzenete, hogy velünk van az Isten. Ahol két-három ember egyetértésben, szeretetben, békében együtt él, ott megjelenik az Isten is. Mert Istennek a terepe ez. Az a közösség, ahol az emberek együtt tudnak élni.
különbözőségeik ellenére is egyet tudnak érteni. Isten ott jól érzi magát, ott ő megnyilvánul, megmutatja magát. Hol találkozhatunk tehát vele? Közösségeinkben. Ott, ahol éppenséggel vagyunk. Sokszor halljuk, hogy Isten kivonult ebből a világból. Nem foglalkozik velünk. Nem érdekli őt a mi sorsunk, a mi jelenünk, a mi jövőnk. Olyan sok baj van, olyan sok nehézség, olyan sok küzdelem, olyan sok harc. Itt van ez a mostani élethelyzet is. Nem látjuk a kiutat. Jönnek a rosszabbnál rosszabb hírek, mit évők legyünk. Kimerjünk mozdulni, maradjunk otthon, mit csináljunk. Nagyon nehéz eligazodni egy-egy ilyen élethelyzetben, ahol a félelem úrrá válik. Milyen jó, hogy az Isten nem ijeszget bennünket, hanem azt mondja, hogy ahol ti jelen vagytok, ott vagyok én is közöttetek. Egy történet szerint Josif, a szappanfőző, hosszú évek gondolkodása után felkereste a rabbit, és kételkedően a következőket mondta. Lehet, hogy nincs Isten. Vagy ha van, erőtlen. Van, ami még rosszabb, van is, mindenható is, csak épp nem érdekeljük őt. Erre a rabbi kézen fogta, és így szólt, gyere, mutatok neked valamit. És séta közben azt mondta neki, a szappan, amit főzöl, sajnos nem vált be. Hogy nem vált be? Ez nem működik. Tárta szét kezét a rabbi. Ma reggel mostunk, s lám egy pillanatra a pocsolyába játék közben, piszkos lett az összes gyerek. A szappan működik, de csak akkor, amikor használják. Ha nem használják, akkor nem működik. Ha nem használják, nem működik, mosolygott a rabbi. Pontosan így vagyunk a jó Istennel is. Ha nem fordulunk ő hozzá, nem fog ő betörni a mi életünkbe. Isten nem egy terrorista. Isten nem egy akarnok. Isten nem egy erőszakos valaki, aki föltétlenül mellettem akar lenni. Isten egyszerű. Isten szelíd, alázatos. Ő nem akar senkit kitúrni az én életemből. Ő nem irigy az én kapcsolataimra, az én életemre. Szabadon hagy. De szelíden oda telepszik mellém. A kérdés az, hogy fordulok-e ő hozzá. Ha nem, nem fog megsértődni, nem duzzog ránk, nem vonul vissza, és hozzánk se szól. Ha nem fordulok ő hozzá, nem fog ő betörni az én életembe. De milyen jó, hogy nyitottá válhatok, hogy megnyithatom az életemet számára. Mert ahol ketten vagy hárman összejövünk az ő nevében, ő ott van közöttünk. A mai evangéliumnak van egy kulcsszava, ez pedig, hogy megnyerni. Hát szeretünk nyerni, igaz? Olyan jó nyerni valamit. Megnyerni egy futballmeccset. Szoktunk is vasárnap esténként szurkolni a Grosics Akadémiának. Milyen jó, hogy múlt vasárnap este győztek. Végre, de jó volt. Együtt örültünk, buzdítottuk őket, szurkoltunk, gyerünk fiúk, és megnyerték. Sőt, megfordították a mérkőzést. Milyen jó érzés volt. Milyen jó volt együtt lenni és ebben az örömben osztozni a csapattal. Szeretünk nyerni, szeretünk győzni. Aztán szeretünk megnyerni, mondjuk, a lottót. Hát milyen jó lenne az ötös lottót megnyerni, ugye? Jó érzés a nyerés, a győzelem. Jézus azt mondja a mai evangéliumban, hogy nyerd meg a testvéredet. Megnyerni a másik embert.
Hát mire lehet a másik embert megnyerni? Megnyerhetem őt az Isten számára, hogy felfedezze az életébe Istennek a jelenlétét, és együtt működjön vele. Milyen szép feladat ez, hogy megnyerni a másikat az Isten számára, hogy felfedezze, hogy az ő élete értékes, az ő élete fontos, hogy nem hiába született erre a világra. Aztán megnyerhetem a másikat valami jó ügy számára is, hogy alkalmas legyen, vagy felfedezze azt, hogy tud jó lenni, tud jót tenni. Egy fiatal pap mesélte, hogy mozgáskorlátozott ismerősei még soha az életben nem látták a Dunát. És elhatározta, hogy akkor meglepi őket egy hajó kirándulással. Elment egy hajóállomásra, és azt mondotta, hogy látom, itt sok hajótok van, szeretnék kérni egy hajót, hogy elvigyem az én mozgáskorlátozott barátaimat egy hajó útra. Mondja, hogy csak nézték az alkalmazottak, és mivel senki nem tartotta magát kompetensnek arra, hogy segítsen, ezért pillanatok alatt a vezérigazgatónál találta magát. És elmondta az igazgatónak, hogy nézze, nekem vannak mozgásképtelen barátaim, akik csak tolókocsival tudnak közlekedni, és hát méltatlan az, hogy ezek az emberek még soha nem látták a Dunát. De szeretném őket vinni hajókázni, szeretnék kérni egy hajót. Ezt mondja ez az ember, hogy jól van, adok egy hajót, de én meg azt szeretném, hogy legyen rajta büfé is. És akkor volt büfé, volt minden, és elmentek ezek az emberek hajókázni. És Budapestől Esztergomig mentek, és ez a pap azt mondja, hogy ha már Esztergomban van egy püspök, akkor felhívom, azt megmondom neki, hogy püspök úr, hajóval jövünk itt a barátaimmal, jöjjön, azt mondjon egy misét nekünk a hajón. Ezt mondja a püspök, hogy szuper, ez egy jó ötlet, gyerünk, vesz misa a hajón. És megnyerte ez a pap a hajóállomás vezetőjét, meg a püspököt arra, hogy ezeknek az embereknek élményt nyújtson. Megnyerni valakit a jóra. Hogy van bennem akarat, van bennem lelkesedés, én akarom, hogy jó legyen, és akarom, hogy jót tegyek. Általában azt halljuk, hogy úgyse fog sikerülni, úgyse megy, múltkor se sikerült. Ez nem ok arra, hogy feladjuk. Hiszen tényleg sok akadálya lehet a dolgoknak. De ha az akadályokat nézzük, soha nem jutunk előre. Meg kell nyernünk másokat a jó ügy érdekében. Amikor Máriát ünnepeljük, az ő születése napját, akkor, hogyha Máriára tekintünk, akkor ő ilyen asszony volt. Egy egyszerű názáreti kislány, akit az Isten meg tudott érinteni és meg tudta nyerni arra, hogy ő vállalja azt, hogy megszüli az Isten fiát. Hát biztos, hogy Máriát ott az iskolába, vagy az óvodába, vagy a bölcsődébe nem tanították meg arra, hogy hogyan kell az Isten fiát megszülni. Gondolom, hogy nem ültek le vele és magyarázták neki meg, hogy figyelj Máriácska, hát ezt így meg úgy kell csinálni. Egyszer csak megjelenik az urangyala és azt mondja, hogy jó Isten azt akarja, hogy te légy az én fiamnak az édesanyja. És Mária azt mondja, hogy hát én nem tudom, hogy ez hogyan történhet, meg hogy fog ez működni, na jól van, oké. Nyomok egy lájkot erre a sztorira, aztán lesz, ahogy lesz. És neki fog, belevág. Hát biztos, hogy ott mondtak kígyó békát a Máriára, főleg mikor kiderült, hogy jön neki jegyese is, aztán jön itt egy lány, akinek már hát ugye látszik, hogy lesz ott valami, és hát nem Józseftől van, és ennek ellenére ugye vállalja azt, hogy mit mond a falu népe, meg vállalja azt, hogy mit mondanak ott az emberek, mert gondolom, hogy akkor is tudtak cifrákat mondani, meg feltételezni. Azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod. Nem értem, de belevágok. Milyen szép, amikor aztán ezek után ugye azt mondja, hogy elmegy és meglátogatja idős rokonát Erzsébetet. Hát biztos, hogy akkor is voltak különféle járványok, meg különféle veszélyek.
amik arra ösztönözhették volna az embert, hogy hát maradjon otthon. De azt mondja, hogy van egy olyan járvány, meg egy olyan vírus, amellyel meg kell fertőznem az embereket. Ami ellen nem védekezni kell, hanem meg kell nyitnom a szívemet, ez pedig a szeretetnek a vírusa. Hát ezzel meg kell érintenem a másikat, ezt át kell adnom, hogy hadd fertőződjön meg az a másik is, és ő is adja tovább. És ha a szeretet vírusa mindannyiunknak a szívét megfertőzi, hát akkor az egy csodálatos világot képes építeni. És Mária ebben példát mutat. Azt mondja, hogy elindul, és akkor meglátogatja ezt az asszonyt, és nekem azt tetszik, hogy ott a végén írja a szerző, hogy 3 hónapig ott marad. Hát azért 3 hónapig valaki ott van a másiknak a nyakán, hát egy idő után azért elegünk lesz belőle, nem? De ez a 3 hónap is ugye a Mária szeretetének, odaadásának, szolgálatkészségének a jele. Hogy ő nem siet, nem az óráját nézi, hogy na mikor lesz már vége, mikor mehetek haza, nem teszi a dolgát, szeretettel szolgál. És amikor nekünk adja Jézus, ugye ő tulajdonképpen Jézusnak az útját készíti elé. Ő már Jézus nevében cselekszik, hogy akit majd a világnak szül, az ilyen lesz. Ő ilyen proféta lesz. Hogy Jézus nem egy ilyen, jó van, 8-tól 4-ig munkaidő, aztán akkor utána meg foglalkozzunk a magunk dolgával, hanem egész életét, egész szeretetét, szívét, jóságát, mindent az emberekre pazarol. És Mária ezt megmutatja, és ezt adja nekünk. Milyen jó az ő születésnapján rátekinteni egy olyan asszonyra, egy olyan édesanyára, aki csupa szív, csupa szeretet, csupa jóság, akiben nincsen semmi kétség, semmi félelem, csak odaadás, elszántság, bátorság. Ugye van egy magyar diplomata, aki a Vatikán kötelékében dolgozik, Pintér Gábor érseknek hívják, most valahol az Amerikai Egyesült Államokban képviseli az apostoli szentszéket. Ugye Belarusban volt apostoli nuncius pár hónapig, aztán pedig Amerikába küldte Ferenc pápa, és egy évvel ezelőtt, amikor Csongrádon Nagyboldogasszony ünnepén prédikált, akkor egy érdekes hát jelzővel illette a szűzanyát, azt mondta, hogy Mária egy vagány lány volt. Egy vagány lány volt. Mit jelent vagánynak lenni? És akkor megmagyarázta, hogy vagánynak lenni azt jelenti, hogy meri vállalni a kihívásokat. Aki az árral szemben úszik, aki nem kikerüli a nehézségeket, vagy feladja, hanem belemegy, és azt mondja, hogy próbáljuk meg, tegyük oda magunkat. Mária tudja azt, hogy az Istennek terve van vele, és ő ezt a tervet meg akarja valósítani, vagy legalábbis partnerré válik. És milyen szép, hogy az Isten az én kezemet, az én lábamat, az én tehetségemet, az én képességeimet, az én lelkesedésemet, az én szeretetemet igénybe veszi. És ő bízik bennem. Azt mondja, hogy te erre képes vagy. Te ezt meg tudod tenni. És annak ellenére, hogy a világ mást mond, és a környezetem teljesen mást diktál, vagy sugal nekem, én mégis azt mondom, hogy bízok az Úrban. Bízok benne, mert aki hozzá csatlakozott, az még nem csalatkozott. És lehet, hogy lesznek kudarcok, lehet, hogy lesz sikertelenség. De akkor se adom fel. Mert én az ő pártjára állok. És én haladok előre. És a sikertelenségek, a kudarcok, azok nem kedvtelenítenek el. Hanem éppenséggel inspirálnak arra, hogy újra induljak neki. Újra próbáljam meg. És ne adjam fel. Milyen szép példája ez egy édesanyának. Egy édesanyai lelkületnek. Hát önök is ezt teszik, nem? Gyermekeikkel. De ugyanígy az édesapák is. Hát hogyan neveljük a gyermekeinket? Gyerünk, tesszük, csináljuk, nem adjuk fel. Nem olyan családokat akarunk alapítani, amelyek feladják, egy kudarc láttán, hát
elkedtelenednek, hanem olyanokat, akiket a nehézségek, a megpróbáltatások mindinkább összefognak és egyé forrasztanak. Ilyennek kell lennie a családoknak, ilyennek kell lennie a kisközösségeknek, és ilyennek kell lennie a nemzetnek is. Nem széthúzni, nem kígyót, békát kiabálni a másikra. De el tudom képzelni, mikor a szűzanya ugye megy Erzsébet felé, azt a 10-20-30 kilométer gyalogosan megtéve, hát biztos, hogy ott azok a tevehajcsárok tudtak különféle cifraságokat mondani neki. Elengedte a füle mellett, azt mondta, hogy mondjatok, amit akartok, én megyek a szívem után. Ma meg valaki lehurrog a Facebookon egy kommentbe, és abban a pillanatban feladjuk. Mert valakinek épp nem tetszik. És mi van azzal? Hát mindenkinek nem tetszhet minden. Ne hallgassunk az ilyen károgásokra, vagy az ilyen nem kért véleményekre. Mi van a szívemben? Mit ültetett oda az Isten? Mit akar velem kezdeni? Partnerségre hív. És van nagyobb dolog, van nagyobb kitüntetés, mint hogy Istennek a munkatársa lehetek. Hát mennyire büszkék vagyunk a munkahelyünkre? Kikkel dolgozunk együtt? Kik a munkatársaink? Ez egy fantasztikus dolog, hogy olyan munkatársi közösségben vagyunk, és olyan emberekkel dolgozunk együtt, akikre felnézhetünk, akikben megbízunk, akikre számíthatunk. Hát akkor mennyivel csodálatosabb dolog, hogy az Isten hív bennünket az ő munkatársainak, és azt mondja, hogy bízok bennetek, a te képességed, a te tehetséged, a te adottságod, a te szereteted, a te emberséged, a te becsületed az én szememben nagy. Nekem te kell lesz. Gyere, és tegyünk valami szépet. Tegyünk valami jót ezért a világért. És ha ezt ketten vagy hárman összefogva képesek megtenni, egyetérteni, egymást támogatni, segíteni, akkor az ő segítsége és az ő támogatása nem marad el, mert ő ígérte meg, ahol ketten vagy hárman egyetértenek és összejönnek, én ott vagyok közöttük. Amen. Most pedig álljunk fel mindannyian, és az egyetemes könyörgések következnek. Kedves testvéreim, örvendezzünk a mai ünnepen, mert hatalmas közbenjárunk született, a kisboldog asszonnyal együtt könyörögjünk mennyei atyánk. Adurunk, hogy szűzanyánk születésében minden ember felismerje megváltásunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Adurunk, hogy egyházad pásztorainak szolgálata által mindjárt újjászülessünk az örök életre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adurunk, hogy égi anyánk közben járására megszülessék a földön a béke. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adurunk, hogy a betegeket és a szomorúakat is örvendeztesse meg a szomorúak vigasztalójának születése. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adurunk, hogy a kisboldog asszony mai ünnepe mennyei születésnap legyen elhunyt testvéreink számára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Jóságos mennyei atyánk, Szent Fiad megtörte az ősi ellenség erejét, az ő szent anyjában égi édesanyát adtál nekünk, kérünk, hogy közbenjárására bennünk is törje meg a gonosz lélek hatalmát a mi Úrunk Jézus Krisztus, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
Atyanyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most is halálunk óráján. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyházi javára. Urunk és Istenünk, egy szület fiad embersége legyen segítségünkre, hogy aki Szűztől születvén anyjának érintetlenségét nem csorbította, hanem megszentelte, az emeljen ki minket vétkeinkből, és áldozatunkat tegye kedvessé előtted, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkedtel. Emeljük fel szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. S a boldogságos mindenkor Szűz Mária születésének ünnepén téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk, mert ő fogadta és születtedet a Szentlélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet által dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik. A mennyei seregek, az égerői és a boldog szeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük. Szent vagy, szent vagy, mindenség, Ura Istenem, dicsőséget betölti a mennyek és a földtel. Hozsonna a magasságban, áldott, aki ő az Úr nevében. Hozsonna a magasságban! Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt a adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
halálodat hirdetjük, Uram, és hitte valljuk feltámadásodat, ami el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletesi a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében eltűnt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindjárunkon, hogy Isten anyjával, a boldogsága Szűz Máriával, Szent Józsevvel, az új egyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkedtel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit.
Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Szent lakomáddal új erőt öntöttél, méltán örvendezzék a boldogságos Szűz Mária születésének, mert ő lett az egész világ reménye és üdvösségünk hajnala, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, most a szer üzenete díj átadása következik. Kedves vendégeink, tisztelt ünneplő közönség, magyarok, határon innen és túlról. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Minden kedves zarándokot kiemelt ünnepünkön a szobori búcsú. A Kisteleki Glória Gyermekkórus és a Harmónia Egyesület előadása vezette be az idei esztendőben a szerüzenete díjátadás, amelyre hagyományosan a Szent Mise keretein belül kerül sor. Több mint 100 éves hagyományot elevenítünk fel minden év szeptemberében a szobori búcsún, amikor az Árpád emlékmű, vagyis a szobor szomszédságában Szent Misével egybekötött megemlékezést tartunk. 2007-ben Árpád vezér halálának 1100. és az első szobori búcsú 110. évforduló alkalmából az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark szerüzenete néven kitüntetést alapított. A díjat, vagyis a monostor ásatása során fellelt íjas, ezüst pecsétgyűrű másolatát évről évre olyan keresztény embereknek szánjuk, akik közösségépítő, nemzetmegtartó munkájukkal és példamutató életükkel segítenek Ópusztaszer üzenetét mind több embertársunkhoz eljuttatni. Engedjék meg, hogy ismertessem a gyűrűvel együtt járó oklevél szövegét. Íjat fogtam, hogy célt találjak.
Puszta szer mítoszát, Anonymus és a szeri monostor szerzetesei teremtették és őrizték. Az újjáélet szobori búcsón szerüzenetét egy itt fellett gyűrű segítségével kívántuk megjeleníteni. Ahogyan a mítosz, úgy a gyűrű is a monostor kerengőjéből származik. Az ezüst pecsétgyűrűn ábrázolt ősi fegyverben rejlő erő egy magasabb rendű küzdelem jelképe. Az előremutató nyíl és a megfeszített íj belső feszültségi zónájában található kereszt és hold napábrázolások a kereszténység és a nemzeti életösztön akaratát szervezik nemes egységbe. Tehát egyszerre érzékelteti használója törekvését az égiek felé, egy magasabb szellemiség irányába, és fejezi ki az európai nemzetté vált magyarság evilági céltudatosságát. A két egymás mellett futó tartalom a lövés pillanatában áll össze egységes képpé, megfogalmazott üzenetté, amit az elementáris erővel kirobbanó nyilvessző ezer éves távolságból juttatt el hozzánk, ma élő magyarokhoz. Az üzenet közlői magyar emberek, kulcsszereplők, akik életútjukkal és áldozatos példájukkal tárják elénk szerüzenetét. Az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark ünnepi kollégiuma a mai napon a szer üzenete díjat Biernacki Karolnak adományozza. A díj átadása előtt kérem, hallgassák meg Biernacki Karol méltatását. A magyarok szeretnek, tisztelnek, értékelnek minket. Ez olyan megmagyarázhatatlan, olyan feltétlen, mint a szerelem. Ez a kémia működik a két nemzet között. Dr. Biernacki Karol Lengyelországban egy László nevű galicei városkában született 1964. május 22-én. Alsó és középfokú tanulmányait szülővárosában végezte. Az érettségi vizsgát követően felvételt nyert a Varsói Egyetemben. Felsőfokú tanulmányait azonban mégsem a lengyel fővárosban kezdte meg, ugyanis 1983. szeptemberében már Budapesten a Nemzetközi Előkészítő Intézet hallgatói között találjuk. Az első Magyarországon töltött esztendőt követően Szegeden a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar nyelv és irodalom szakán folytatta tanulmányait, ahol 1989-ben diplomázott. Még ebben az évben a Csongrád megyei levéltárban kezdett el dolgozni. Rövidesen elvégezte a levéltárszakot, majd 1996-ban doktori fokozatot szerzett. Levéltári munkájával párhuzamosan aktív szereplőjévé vált szűkebb hazája nemzetiségi életének, és azon fáradozott, hogy összefogja a Szegeden és a megyében élő lengyel ajkú közösséget. Nevéhez fűződik a szegedi lengyel önkormányzat megalakítása, mely szervezőkészségének eredményeként 1998-ban kezdte meg működését. 1999-től 2001-ig és 2006-tól 2010-ig az országos lengyel önkormányzat alelnöki posztját töltötte be. 2003-tól 2005-ig a szegedi nemzetiségi önkormányzatok társulatának elnöke volt. 2012. július 5-én Radoszláv Szikorszki lengyel külügyminiszter budapesti látogatása alkalmával Martonyi János magyar külügyminiszter jelenlétében dr. Biernacki Karolt bízta meg a lengyel köztársaság szegedi konzulátusának vezetésével tiszteletbeli konzuli minőségben. Lengyelország iránti elkötelezettsége, oldhatatlan szeretete, Lengyelország iránti elkötelezettsége, oldhatatlan szeretete az évtizedek során egyfajta önként vállalt küldetéssé magasztosul. Az anyaföld és a választott haza közötti kapcsolatok kiépítése, a kultúráink közötti átjárhatóság biztosítása tevékenységének vezérfonalává lett. Szülőföldjéről, neveltetéséről a következő képpen fogalmaz. Amit otthonról hoztam, az hatalmas csomag. Nem csak szeretet, de egy kis történelmet, egy kis múltat, egy kis galiciai milliót.
Ezek olyan alapok, amelyek meghatározzák az ember életét. Legalábbis bennem kialakult egy világkép, a hagyományok tisztelete, többek között ezeket hoztam magammal. Érték és kultúra közvetítő munkásságának mérföldkövei azok a kiállítások, Lengyelek és magyarok a történelem sodrában, Szolidaritás 20 év, a magyar állam 1000 éve, fejezetek a lengyel-magyar közös történelemből, Katyin, tömeggyilkosság politika, erkölcs, fejezetek a magyar-lengyel barátság vészterhes éveiből, Szolidárnos 1939-től 45-ig, Lengyel út a szabadsághoz, Varsói felkelés és konferenciák, Katyin és a nemzeti emlékezet politikája, köztes Európa vészkorszakban a népirtások anatómiája, a mi Közép-Európánk egyetemi ellenzéki mozgalmak Lengyelországban és Magyarországon 1956-tól 1989-ig, Fiatalok a hazaszolgálatában, amelyek a két nemzet sorsközösségét hivatottak bemutatni. Lengyelország szolgálatában tett vállalkozásának egy kivételesen szép megnyilvánulása a Szegedi Dom kertjében 2010-ben felállított lengyel tölgyfából ácsolt kereszt, amelyen a Katyinban meggyilkolt lengyel és magyar áldozatok előtti főhajtást tiszteljük meg. 2012-ben Ruzsán, majd egy évvel később Szentesen, 2014-ben pedig Bács-Bokodon szervezett nagyszabású megemlékezéseket a II. Világháború során lelőtt lengyel pilóták tiszteletére. A lengyel függetlenség visszanyerésének 100. évfordulójára nagyszabású programsorozat szervezését vállalta. Ennek keretében élményszerű hangversenyt adott a Szegedi Domban. Lídia Csiszaszkiewicz orgona művésznő, de kiállítás és konferencia is kísérte az esemény, amelynek zárása a katonai tiszteletadás mellett megemlékezés volt a Katyini emlék keresztnél. Karol Biernacki minden erejével támogatja és segíti a lengyel kultúra magyarországi népszerűsítését. E megfontolásból fogadta el Václav Felczák alapítvány kuratóriumi elnöki tisztét, hiszen így sokkal a szélesebb merítési lehetőség nyílik a Lengyelország iránti érdeklődés felkeltésére. Biernacki Karol kézjegyét viseli az a kötet, Lengyel-Magyar Történelmi Olvasókönyv, amely érdekfeszítően gazdagon illusztrálva jeleníti meg a lengyel-magyar történelem ezer esztendeit. Biernacki Karol mindazonáltal az ópusztaszeri nemzeti történeti emlékpart kulturális kapcsolatainak kialakításában is segítőkezet nyújtott, hiszen elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy az emlékpark a lengyel Tárnokváros múzeumával értékes szakmai és baráti kapcsolatokat teremtett, amelynek gyümölcse többek között a két nép történelmi sors közösségére fókuszáló, az 1849-es nagyszebeni csatát feldolgozó Ben Petőfi körkép és a szarvatákat bemutató kiállítások. Biernacki Karol új ízeket, új színeket csempészett a nemzetiségi élet porondjára lépve, közösségi formálta az addig szétszórt szegedi lengyelséget, újat alkotott a két nemzet kulturális életében, újat teremtett a lengyel múltat idéző emlékekkel, újat produkált, amikor megfogalmazta az olvasókönyv ötletét. Ez az újító szándék pedig töretlen, hisz megvan hozzá a szükséges hit, teherbírás és főként az áldozatkészség. Erőfeszítései nem voltak hiába valóak, hiszen egy jól működő, vállalkozó szellemi csapatot tudhat maga mögött, de mégis ő maradt az az ember, akihez mindenki fordul, ha probléma adódik, aki ösztönöz, aki tettekre sarkal. Hite páratlan, s ha szükséges többlet terheket hordoz, gyakorta erőn felül azért, hogy maradandót alkosson, azért, hogy a két nemzetet az ösztönös szimpátián túl tudatosan megért, mély szolidaritás is összekösse. Felkérem Kertész Péter, az Opus Tasseri Nemzeti Történeti Emlékpark ügyvezető igazgatóját, szervizelet díj átadására. Kedves vendégeink, tisztelt hölgyeim és uraim, mi sem példázza a legjobban, hogy jól döntött a ünnepi kollégium, hiszen az előbbi kis célálltak generált zászló döntésben. Ki volt a legelső, ki felállt? Hát Biernacki Karol úr. Elrendelete díjat mindig több jelölésével döntjük el. Számos jelölt érkezett az idén is,
de szeretném ezért felkérni Kis Robert Károly általános helyettes és igazgatási vezető urat, hogy együtt adjuk át a díjat, hiszen ő volt az, aki Biernacki Károly méltatását benyújtotta, és ő volt az, aki javasolta Biernacki Károlynak a szer üzenet díjat, amit aztán az ünnepi kollégium helyesnek ítélt és elfogadott, ezért közösen szeretnénk átadni. A magyarság nevében köszönöm. Spontán lesz. Tisztelendő atyák, tisztelt államtitkár úr, igazgató urak, kedves feleségem, együttesen, tisztelt hölgyeim, zsuraim, most esetleg Szent Misa alatt, hogy mi vár rám, ez egy abszolút profi munka volt eltitkolni előttem. Gyanúsá vált, amikor megláttam a feleségemet ott a teremben, pedig úgy indultam otthonról, hogy otthon maradt, én pedig egyedül leszek itt. Péter, le a kalappal. Végtelenül hálás vagyok önöknek, hogy méltónak találtak erre a díjra, és hálás vagyok azért, hogy nem alkalmaztak advokátus diából itt, mert olyan és szép mondatot hallottam magamról, nem akartam elhinni, hogy ez a múltam. Valamikor középkorban a krakói püspök szentélyavatása procedúrájában először a világon alkalmaztak egy ilyen intézmény, advokátus diaboli, akinek feladata az volt az ellenkezőjét bemutatni és bebizonyítani. Nem is olyan szent ez az ember. Azért köszönöm. És komolyra fordítva a szót, amikor 19 évesen eldöntöttem, hogy hogyan tovább, és idejöttem Magyarországra, szemágából se volt itt maradni. Tehát én vissza akartam térni Lengyelországba, és ott folytatni a munkát, tanulmányokat. Aztán 22 évesen megfordítottam az életemet. Itt van a feleségem, és akkor megszületett a végleges döntés, hogy itt maradok. Ilyenkor egy fiatal embernek el kell döntenie, hogy főleg ha egy hasonló, de mégis idegen kultúrába kerül, hogyan tovább? Hogy érezze jól magát, úgyhogy csak neki van, hanem többieknek is legyen jó. Van, aki nagyon hamarosan elveszíti az anyanyelvi akcentusát, és töri az anyanyelvét, de még nem tanulja meg a befogadó nyelvet. Vannak olyanok is, valahogy lebegnek a valóság is az élet között. Az én sorsom úgy alakult, hogy viszonylag rövid időn belül sikerült egy biztos háttért biztosítani otthon. Ez szabad teret adott ahhoz a munkához, amiről most hallottunk laudációban. Sose dolgoztam egyedül, ott áll mögöttem egy kis csapat. Itt vannak a munkatársaim, Kriszti és Attila, nagyon sokat köszönhetek nekik. Tehát ez a munka, amiről most haladtunk, nem csak az én érdemem, ezért úgy virtuálisan megosztam ezt a győröt velük is. Idővel, 20-valahány évesen rájöttem, hogy mennyire attraktív a lengyel kultúra, a világ egyik legattraktívabb, legérdekesebb kultúra, úgy szintén a magyar kultúra is. A lengyeleknek és a magyaroknak megvan az identitásuk, de ez kevés. Tehát ennek az identitásnak a tudata kell, hogy legyen. Itt teljes a kép. Ilyenkor, ha megvan a tudat, megvan az identitás, tudjuk, hogy mik vagyunk, és mivel rendelkezünk, milyen kultúrával, milyen kincses bányával. Így sokkal egyszerűbb megosztani ezeket a kincseket a többiekkel.
De én ezt teszem, látom, közel 40 éve. És nagyon köszönöm, hogy ebben a millióban önök között élek, hogy észrevették is, és értékelték is ezt a munkát. Nagyon köszönöm. És hiszem azt, hogy nem csak lengyeleknek, hanem magyaroknak van még dolguk itt a köztes Európában, nem csak politikában, hanem főleg gazdaságban. Ezen fáradozott mindannyian, ki maga módján, de még eljön az az idő, amikor sokkal nagyobb befolyásunk lesz az európai folyamatokra, mint most, természetesen jó értelemben. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki velem tartott, segített, és természetesen a jövőre nézve is kérem önök támogatását. Nagyon köszönöm. Most pedig megkérem önöket, hogy felállva fogadjuk az áldást. A zászló viselkedése számomra a magyar nemzet és ópusztaszernek, mint a nemzet bölcsőjének a meghajlását jelképezték a tartalmas életmű előtt. Gratulálok hozzá, és gratulálok a kitüntetéshez is. Láttam, hogy őszintén meglepődött, katolt, és örülök annak is, hogy nem csak a magyar nemzetet Szeged, hanem a Szeged-Csanádi Egyházmegyét is segíti, és tehetségével, szeretetével ezt a közösséget is szolgálja. Köszönjük szépen, és a Jóisten áldja meg további életét, szolgálatát. Örülök, hogy azt is megtudhattuk, és ehhez gratulálok is, hogy egy jó feleség a férjét mindenhová elkíséri, még akkor is, hogyha a férje erről nem tud. Fogadjuk a Jóisten áldását. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Isten, aki a boldogságos Szűz Mária anyasága által küldte el a világnak a megváltás kegyelmét, adja rejátok bőséges áldását. Amen. Érezzétek mindig és mindenütt a Szent Szűz segítő oltalmát, hiszen ő általa kaptátok meg az élet szerzőjét. Amen. Ma pedig, amikor az ő ünneplésére áhítatos lélekkel összegyűltetek, vigyétek haza otthonotokba a lelki örömök és a kegyelmi javak ajándékát. Amen. S titeket, mindnyájatokat, akik most itt együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békében. Istennek legyen a hála. Estem pur.
Boldog asszony, anyám, réginak pátrona, nagy ínségben lévén, így szólít meg haza. Krisztus Jézus, Anna, Szent Lélek Mátkája, Magyarországról, édes hazánkról, ne feledkezzék el. Ne feledkezzél el.